március 14-én hétfőn 20 óra 1 perckor. Szép jó estét kívánva köszöntöm Önöket a Pécsi Televízió stúdió körzeti adásának műsorvezetőjeként. Röviddel ezelőtt fejezték be adásaikat a városi televíziók Pécsett és Nagykanizsán. Ám a nagykanizsaiak, ha információim igazak, akkor még nem, és most ezekben a percekben ők a helyi csatornán is bennünket látnak a kettes program mellett. Tehetik mindezt 9:30-ig, és ezzel már be is jelentettem, hogy az elmúlt héten lévén két jeles vendége Dél-Dunántúlnak meghosszabbított műsoridőben adjuk riportjainkat. És hogy mi mindent láthatnak ebben a másfél órában, tessenek figyelni képes ajánlatainkat. Tolna megye vendége volt Grósz Károly. A minisztertanács elnöke interjút adott a Pécsi Televízió stúdiónak. Ugyancsak az elmúlt héten látogatott Baranyába Pál Lénár. A párt központi bizottságának titkára is nyilatkozott a stúdiónknak. Több demokratizmust. Nyílt vita a mohácsi árvízvédelmi támfal megemeléséről. Lakossági fórum március 16-án. 75 éves a pécsi Cipernovszki Ipari Szakközépiskola. A jubileumra háromnapos rendezvénysorozattal készültek. Emlékezés az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra. Szoboravatás Simon tornyán. Ezek után pedig következzenek a részletek. Az elmúlt héten Tolna megye vendége volt Grósz Károly, a párt politikai bizottságának tagja, a minisztertanács elnöke. Gépek bemutatójának megtekintésével kezdődött szombaton Szekszárdon a KSZE, azaz a kukoricatermesztési szocialista együttműködés növénytermesztési agrárfejlesztő közös vállalat éves közgyűlése, melyen 257 termelőszövetkezet, 29 állami gazdaság és 13 iparvállalat képviseltette magát. A világszínvonalú kukoricatermesztési rendszer hazai eredményeinek magas szintű elismerését jelentette, hogy a közgyűlésen részt vett Grósz Károly, a minisztertanács elnöke is. A KSZE igazgatójának beszámolójából kiderült, hogy a vállalat, amely a hazai földterület csaknem 13%-án gazdálkodik, az ország 11 megyéjében meglévő partnereivel együtt kimagaslóan teljesítette tervét, s pénzforgalmuk is megközelítette a 4 milliárd forintot. A beszámoló és a hozzászólások az eredmények ismertetése mellett több hiányosságra is felhívták a figyelmet, mindenekelőtt a további eredményes gazdálkodás érdekében. A közgyűlés nagy érdeklődéssel várta Grósz Károlynak, a minisztertanács elnökének felszólalását, aki az aktuális politikai kérdésekről szólva többek között a következőket mondta. Szeretnék a magyar politika néhány kérdéséről szólni. Én mégis úgy gondoltam, lehet, hogy önkényesen, hogy van létjogosultsága erről is néhány gondatot itt elmondani, tekintettel arra, hogy a magyar gazdaság és gazdálkodás egy társadalmi politikai közegben éli életét. Ami a politikai helyzetet illeti, arról hagy mondjam el, hogy megítélésem szerint a politikai helyzet kiegyensúlyozott és stabil. A közhangulat ugyanakkor rendkívül ellentmondásos, zavaros és romló. Van-e a kettő között ellentmondás? Szerintem nincs. Mi bizonyítja, hogy a politikai viszonyok szilárdak? Az egyik, hogy meg vagyok róla győződve, ezt tapasztalom mindenütt, hogy az emberek többsége a szocializmus viszonyai között képzeli el a jelenét is és a jövőjét is. Amikor aggódik, zsörtölődik, bírál, akkor nem a szocializmus ellen, mint társadalmi rendszer ellen, hanem a szocializmus gyengeségei ellen emeli fel szavát. Meggyőződésem, hogy ez a társadalom tiszteletben tartja és természetesnek tartja, hogy a tulajdonviszonyokban nem történik változás, hanem ezek az állapotok maradnak tartósan. Azt is hiszem és tapasztalom, hogy rendszerünk elméleti alapját képező marxizmus-leninizmus alaptételeit elfogadják az emberek. Elfogadják a párt vezető szerepét és felelősségét is,
sőt inkább azt tapasztalom, hogy a párt felelősségét hangsúlyozzák ma azokban a problémákban, amelyek átszövik mindennapi életünket. Úgy tűnik, hogy támogatást talál az a szövetségi politika, amely a társadalom különböző érdekeit próbálja egyeztetni és érvényre juttatni. Elfogadják azt az alaptételünket is, hogy a szocialista világközösséghez tartozunk, ezen belül együtt működünk tartósan és szorosan elvi alapon a Szovjetunióval és a többi szocialista országokkal. Elfogadják, hogy ez az együttműködés nemzeti érdekünk is. És támogatást élvez békepolitikánk és az a nyitottságunk, amit keletre és nyugatra, hogy leegyszerűsítve szokták mondani, egyaránt folytatunk. Úgy gondolom tehát, hogy ez a politikai helyzet tartó oszlopa, ha úgy tetszik, alapja. Ugyanakkor eltér ettől a hangulat. Mi van a hangulatban? A hangulatban van, ahogy én meg tudom ítélni, egy nagyfokú idegeskedés, türelmetlenség, még most sem történik semmi, vagy nem elég, és van a jövőtől való félelem. Van aggódás, hogy elveszítjük azokat az értékeket, amelyeket létrehoztunk. Van sok szélsőséges vélemény ma a hangulatban, van követelődzés is, és illúzió egyszerre. Én azt tapasztalom, hogy nő a vezető ellenesség, és nő az ellenérzés azokkal szemben, akik a hivatalos politikát képviselik, hirdetik, magyarázzák. A vezető ellenséget nem csak azt értem alatta, hogy esetleg a kormány elnökével szemben, vagy a elnöki tanács elnökével szemben, mert még ezt el lehetne viselni, ha ez csak ennyiben lenne, legfeljebb két-három embernek okozhatna ezt gondot, hanem a közbelső vezetők, területi vezetők, termelő egységeket vezetőkkel szemben is, és ez már ettől sokkal nehezebb és összetettebb, bonyolultabb probléma. Jelen van egy bizonyos szűk körben, de sajnos terjed, a múlt értékeinek a lebecsülése, a 4 évtized értékeinek a lebecsülése, a 3 évtized értékeinek lebecsülése, vagy egy értékcsökkentés. Mi az oka ennek az ellentmondásos hangulatnak? Alapvetően ismert mindnyájunk által, a gazdaság fejlődésének lelassulása, majd megtorpanása, ennek következtében felhalmozódó, nagy volumenű tőkés adósságállományunk, ami ugye január 1-én 11 milliárd dollár volt nettóban, és amelynek 15 éves mennyiségi növekedése most már egy olyan új minőségű problémát okoz a magyar gazdaság számára, amely jelentős mértékben megakadályozhatja, vagy fékezheti a gazdaság működőség tevékenységét. Hogy miért kerültünk ilyen helyzetbe, ez ma az egyik legvitatottabb helyzet. Egy kérdés, ki a felelős érte, mi a kiút, ebben nem akarok elveszni, nem a mai dolgunk, hogy erről én beszéljek. Azt szeretném azonban világosan hangsúlyozni, hogy a kialakult helyzet okát néhány pontban világosan meg lehet fogalmazni. Mindenekelőtt a gazdaság szerkezetének konzerválódása, és ez igaz az iparra is, vagy elsősorban az iparra, de igaz ez a mezőgazdaságra is. A gazdaságpolitika tévedései vezettek ide, ide vezettek a vezetés következetlenségei, és végül pedig nem utolsó sorban az egész társadalomban végbe menő munkamorál és munkafegyelem fellazulása. A másik okot én abban látom e hangulat forrásának, hogy az eszmei műhely munka, a nevelés és az oktatás alacsony színvonala, az új iránti érzéketlensége, egy újfajta dogmatizmus megjelenése, mely indokolatlan önteltséggel töltött el bennünket az elmúlt másfél évtizedben,
szintén olyan társadalmi felfogást sugárzott, amely nem segít egy olyan időszakban, amikor keményen megpróbáltatás elé áll a nemzet. Ennek részeként mondom súlyos hibánkat, az értelmiségi munka lebecsülését az elmúlt 20 esztendőben, és a középszerűség általánossá válását, ha úgy tetszik, normává való emelését, amely az egyéni teljesítmények leértékelését jelent. És nem utolsó sorban, de e sorrendbe tartozik, a párt, a kormányzat és a társadalmi szervek munkastílusának korszerűtlensége, illetve az a probléma, mely a gazdasági reformot és kibontakozást a politikai intézményrendszerek megújítása nélkül képzelte el. Ebből fakadó hátrányunkat kell ma behozni. Ehhez mindenek előtt le kell szögeznünk, hogy a helyzet egyszerre igényli a problémák politikai és szakszerű gazdasági kezelését. Egyik sem pótolható, egyik sem kaphat prioritást. Le kell továbbá azt is szögeznünk, hogy nem lehet a jelenleg kialakult magyarországi helyzetet kezelni csak kormányzati, vagy csak vállalati, vagy csak társadalmi, tehát lakossági, dolgozói megközelítésből. Együtt kell erőfeszítéseket tennünk, összehangolt, harmonikus együttműködésre van szükség. Ehhez szükség van egy új nemzeti közmegegyezésre, egy új nemzeti egységre. Olyat szerintem, nem kérem, hogy fogadják el személyes meggyőződésemet hirdetem itt, olyat nem tudunk ma teremteni, mint 1956 után teremtettünk. Nem olyan a történelmi helyzet. Ma olyan kérdéseket kell megoldani, amelyben tulajdonképpen valahol szinte minden társadalmi réteg érdekeivel ütközik. Ezért mi ma arra nem vállalkozhatunk, hogy egy hosszú korszakra tervezünk egy egységnek teremtését, és arra sem, hogy olyan széles mértékű lesz ez az egység, mint 1956 után, vagy a mezőgazdaság kollektivizálása után kialakult. De arra igen, hogy néhány kérdésben ez a nemzet egyetértsen. Melyik az? Az egyik, értsünk abban egyet, hogy minőségi fordulatra van szükség a gazdálkodásban, ami azt jelenti, hogy a termelésben és az elosztásban egyaránt. Azt jelenti, hogy értsünk abban egyet, hogy a gazdaság esetleges összeomlása vagy működők képtelensége egy egész nemzet számára hosszú távon lemaradást jelent az élvonaltól, és a lemaradást bepótolni csak unokáink tudják nagyon kemény munkával. És ha netán egy ilyen állapot kialakul, és az egész működésképtelenné válik, az egyes, a rész életképtelen lesz. Tudnilik, ma van olyan illúzió, hogy ne, ha az egész működésképtelen, attól mi még megmaradunk. Kérem szépen, ez túl kis ország ahhoz, hogy itt szigetek legyenek, ha az egész működőképtelenné válik. A kívánatos nemzeti egység, a kívánatos fordulat megteremtéséhez jelentős állomás lesz az a pártértekezlet, amelyre készülünk, és amely előreláthatólag májusban megrendezésre kerül. Mi a feladat ennek a pártértekezletnek? Adjon egyértelmű helyzetellemzést a jelenről, a 13. kongresszus óta megtett útról, illetve a kongresszuson megfogalmazott célkitűzésekhez rendezze viszonyunkat. Másodszor adjon világos programot 1990-ig, mit kell tennünk annak érdekében egész pontosan, hogy a nem kívánatos folyamatokat megváltoztassuk, megállítsuk. És természetesen feladata, hogy teremtsen biztosítékokat,
szervezeti, személyi és munkastílusbeli biztosítékokat ahhoz, hogy a pártértekezleten elhatározott célok megvalósulnak. Ezáltal teremtse meg azt az egységet, amely nélkül egy kommunista mozgalom képtelen az ország vezetésében vállalt szerepét betölteni. Erre van alapunk, a Központi Bizottság múlt esztendei határozata, a júniusi határozata. E fordulat megteremtésének, az egység megteremtésének fontos állomása, hogy végig gondoljuk a párt, az állami és társadalmi szervek közötti munkamegosztást, és ezen belül ennek részeként a kormány szerepét is. És ilyen feladatnak tartom a kormány stabilizációs munkaprogramjának megvalósítását, vagy legalábbis annak fontosabb állomásai. Mert szeretném önöknek elmondani, hogy egy percig sem gondoltuk, hogy ez egy teljes program, hogy ez kész program. Már a múlt év szeptemberében is azt hirdettük, hogy ez egy program mag, amire menet közben építkezve kell a kibontakozást majd előkészíteni egy stabilizáció után. Ennek ilyen állomásai vannak, mint az új adórendszer, amely 1988. január 1-én életbe lépett. A új társulati törvény, amely előreláthatólag ez évben a parlament elé kerül, amely egyetlen célja van, nagyobb mozgásszabadságot teremtsen a tőke számára a gazdaságon belül, a magán, az állami, a szövetkezeti, állami szövetkezeti tőke számára, a belső nemzeti tőke és a külföldi tőke számára. Garanciákat nyújtson törvényesen a nemzetközi gazdasági együttműködés további fejlesztésére, ha úgy tetszik, a közös tőke befektetésre, mert az a tervünk, hogy előreláthatólag 300 millió dollárt bevonjunk a magyar gazdaságban termelőtőkeként, pillanatnyilag olyan 30 millió dollár körül jár, egyszerűen azért, mert nem látnak elég garanciát arra, hogy a befektetett tőke hozadéka megtérül a tulajdonosnak. Ilyen törekvésünk, hogy a gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztésének koncepciója kimunkálásra kerüljön és társadalmi támogatást kapjon. Át kell rendeznünk külgazdasági kapcsolatainkat. Számolnunk kell azzal a rideg ténnyel, hogy adósságállományunk 96%-a tőkés relációban van, és szocialista exportunk pedig csábítóbb lehetőségeket teremt a termelő gazdaságok számára, és kevesebb kihívást a megújulásra, mint a tőkéspiac. Emiatt a mechanizmus belső szerkezetéből eredően is a gazdaság a könnyebb ellenállás felé fordul. Ez pedig hosszabb távon nagyon súlyos konfliktusokat hordoz magában. Új szociálpolitikai rendszerre van szükség, és 90-ig ki kell dolgoznunk az új nyugdíjrendszert is. És ki kell munkálnunk még ebben az esztendőben a 20 éves népgazdasági terv fő irányvonalát. Sorolhatnám tovább, amire vállalkozni szeretnénk. Meggyőződésem, hogy ez elegendő az, hogy felelősséggel kijelentsünk. Van programunk, tudjuk, hogy mit akarjuk, és tudjuk, hogy mihez kérjük a társadalom segítségét és támogatását. Nem ígértünk soha, egyetlen pillanatig sem nehézségek nélküli utat, de hiszük, közös egyetértéssel és együttműködéssel megvalósulnak céljaink. A miniszterelnök a továbbiakban, mindenekelőtt a hozzászólásokra reagálva, szólt még az ágazat több gazdálkodási problémájáról, a hitelkérdésekről, majd az adó és az árrendszerről a következőket mondta. Szeretném ugyanakkor azt is megmondani. A közvélemény ugyan türelmetlen, a lakosság türelmetlen, a vállalatok türelmetlenek. De 10-7 alapján nem lehet az adórendszert minősíteni, és nem lehet kiigazítani, mert ahhoz túl rövid az idő. Ha nem tekintik intimpistáskodásnak, akkor elmondom, hogy megkérdeztem
Kohl kancellárt mennyi idő alatt alakították ki az adórendszert. Ő azt mondta, hogy 9-10 évig dolgoznak, de még nem tökéletes. Megkérdeztem a Nizzán elnökét, itt volt nálunk most Budapesten. Tudni kell róla, hogy a 39-ben már a Japán Nemzeti Bank elnöke volt, tehát elég sok élményanyaga van a pénzvilágról. Hogy milyen a jó adórendszer? Azt mondta, hogy olyan nincs, csak olyan, ami elviselhető. És megkérdeztem Papandreou urat, akit köztudottan a világ egyik legképzettebb elméleti közgazdásza, hogy ők 87. január 1-ével kezdték ugyanezt az adórendszert, hogy mikorra gondolja, hogy beáll ez a rendszerük. Azt mondta, ha a 91 végére tökéletesen fog működni, akkor ő a 92-es választásokon győzni fog. Nos tehát, megértem a közvélemény türelmetlenségét, de azt szeretném megmondani, hogy a elkövetett hibáktól és intézkedésektől csak egy rosszabb van, ha pillanatnyi élmények alapján elkezdünk kapkodni, és széjjel verjük azt az értéket, ami egyébként a rendszerben benne van. Így vagyunk az árakkal is, ami összefügg az adórendszerrel. Árszakértőink büszkék lehetnek a teljesítményükre, mert tulajdonképpen ilyen pontossággal még árrendezés, mert itt arról is szó volt, nem történt sok a világban. A szocialista táborban biztos, hogy nem ez felelősségem teljes tudatában kijelentem. Mégis ez az árstopp, mert ez gyakorlatilag az, amit mi ugye március 31-ig működtetünk, nagy veszélyeket hord magába, egy nagy inflálódási belső feszültséget hordoz, ezért a kormány arra a következtetésre jutott, hogy feloldja április 1-jével, és egyéb eszközökkel próbálja alapvető törekvéseit megvalósítani. Ez nem csak a fogyasztói árakra igaz, hanem a termelői árakra egyaránt. A fogyasztói áraknál szeretném megmondani, hogy mi még ebben a pillanatban változatlanul azon az állásponton vagyunk, hogy a meghirdetett 15%-os fogyasztói ánszintnevelés tartható. Részleteket láttak Grósz Károly Szekszárdon a KSZ növénytermelési rendszer éves közgyűlésén elhangzott hozzászólásából. Itt említem, hogy stúdiónk munkatársa a beszéd végén interjút kért a miniszterelnöktől. Ezt röviddel 9 óra után láthatják majd. Most 20 óra 25 perckor visszautalok első hétfői jelentkezésünkre. Február 29-én arra kértük Önöket, jelezzék, meddig terjed adásterületünk, hol van az a legtávolabbi pont, ahol látják még műsorainkat. Nos, nagyon sok telefonhívást és levelet kaptunk, biztató, elismerő szavakat köszönjük. A legtávolabbi helyiség egyébként, ahonnan hírt kaptunk, Pozsony. Dr. Kubik Tibor írt innen. Stefán Gagán mérnök Dunajszka Luznáról, Mészáros Sándor első osztályos gimnáziumi tanuló pedig Galántáról jelentkezett. De számos más csehszlovákiai és jugoszláviai helyiségből kaptunk leveleket, amelyeket ezúton külön is megköszönünk. Külföldre sajnos nem küldhetünk pénzjutalmat. A legtávolabbi csehszlovákiai nézőinknek egy-egy szép pécsi fényképalbumot adunk postára. Hazai nézőink közül a soproniak kapnak jutalmat. Pajor Ferencné, Kővári Istvánné, Pap Zoltánné, dr. Simon Gyula, Tambác Lajos és Turcsányi Géza címére feladtuk az 500-500 forint jutalmat. Csak tájékoztatásul említem, a távolságot légvonalban mértük. A műsorainkat értékelő ötleteket adó és dicsérő levelek egyébként folyamatosan érkeznek címünkre. Ezek közül külön megköszönjük a Dégi Nevelő Otthon második fiú csoportjának levelét, akik Borscs Csaba nevelővel közösen írtak nekünk. Azt írják, egy Fejér megyei falu szélén élünk a Festetics kastélyban. Néztük az esti egy órás műsort, és nagyon tetszett. Hétfő esténként mindig meg fogjuk nézni. Megjegyzik, örülnének, ha egyszer őket is meglátogatná a pécsi stúdió. Fejér megye, Dég már nem a mi körzetünk. Ennek ellenére, kedves fiúk, ígérjük, meglátogatunk benneteket.
Magyar-szovjet barátsági hét kezdődött Baranya megyében. Az ünnepélyes megnyitóra ma délután került sor a Szent Lőrinci Művelődési Házban. A szovjet delegáció holnap délután 2 órakor látogat a Bói mezőgazdasági kombinátba baráti találkozóra. 16-án szerdán Felső Szentmártonban és Drávafokon tartanak előadásokat, eszmecseréket a magyar és a szovjet mezőgazdaságról. A rendezvény sorozat zárásaként 17-én csütörtökön barátsági estet tartanak Mohácson. Hőpalackok exportra Nagykanizsáról. Az üvegipari művek nagykanizsai üveggyárában az idén mintegy 10%-kal tervezik növelni a tőkés exportot. Ennek érdekében fejlesztik a hőkancsók és a hőtároló betétek gyártó kapacitását. Az üveggyárban az idén 460 millió forintos árbevételre számítanak, amelynek felét az exportból tervezik teljesíteni. Késő bronzkori, vaskori leleteket restaurálnak Tapolcán. Késő bronzkori, vaskori temetőből előkerült leleteket restaurálnak, rendszereznek a Tapolcai Múzeumban. A leleteket a tapolcai templomdombon végzett ásatások anyagával együtt májusban a múzeumi világnapon mutatják be a közönségnek. A pécsi Széchenyi tér hazánk igen zaklatott történelmi múltú köztere. A napokban a tér keleti oldalán a faültetéshez gödröket ástak. Természetes, hogy szinte minden ásónyom a történelmi múlt a középkor tárgyi emlékeit hozta felszínre. Kárpáti Gábor régész szerint a falmaradványok, az előkerült kutkáva, a vakolt ajzatú vízelvezető vájú építése az 1570-es évekre tehető. A mostani faültetésű gödrökben található építészeti maradványok, szerkezeti elemek, annak irányai szervesen egészítik ki a korábban ismerté vált középkori városközpont épületeit. A leletmentés gyakorlati értékét az adja, hogy a középkori Pécs rekonstruálására új lehetőségek kerülnek a szakemberek kezébe. A Széchenyi tér keleti oldalán húzódó járda területén soha nem volt régészeti feltárás. A felújítás várhatóan igen értékes adatokkal gazdagítja a középkori Pécsről való ismereteinket. Alkotóház lesz az egykori hédervári kastély. Héderváron a Szigetköz egyik legszebb helyén restaurálják az egykori hédervári kastélyt. Az Országos Műemléki Felügyelőség soproni kirendeltsége a több mint 35 millió forintos munka generál kivitelezője. A kastélyban a Magyar Népköztársaság művészeti alapja a művészek részére alkotóházat kíván berendezni. A felújítás és a restaurálás után előre láthatólag az év második felében már fogadhat alkotni vágyó művészeket a szép létesítmény. Miért hívta meg a Pécsi Galéria a Tolna megyei művészeket kiállításra? A Pécsi Galéria célja többek között, hogy a Képzőművészek Szövetségének Dél-Dunántúli területi titkárságához tartozó 4 megye, Somogy, Tolna és Zala művészei közül időnként és évenként bemutat egyet-egyet. Na most Tolna megyével azért is talán kezdtük, mivel a Tolna megyei művészek közül sokan kötődnek a Pécsi Képzőművészeti Gimnáziumhoz, illetve főiskolához. Itt jelen pillanatban a kiállító művészek közül Schubert Péter és Halász Károly itt végeztek a Pécsi Művészeti Gimnáziumba. Itt most 6 művész állít ki, ennél fogva a kiállítás elég heterogén. Mi mindent láthat az érdeklődő? Hát a változatosságot mutatja az, hogy tulajdonképpen az alkalmazott grafikának az olyan területei, mint a boros címke, illetve üdítőital címke tervezésektől kezdve a kisé elvont festészetig, illetve szobrászatnak olyan ága, mint például Fusz György szobrai, tehát változatosságot mutatnak. Ön milyen műveket hozott erre a kiállításra? Egy Brémában megnyíló kiállításom egy részletét hoztam el, Grafitnyomatok címen, néhány ceruza rajzomat. Miért tartja fontosnak a baranyai bemutatkozást? Számunkra Tolna megyében élő művészek számára ez azért fontos, mert egyrészt nyitás lehetőség a területi szervezethez tartozó többi megye felé, másrészt miután reméljük ez kölcsönösségi alapon megy, így szeretnénk, hogyha a megyébe ellátogatnának a Baranya megyében, illetve a területi szervezethez tartozó többi megyében élő és dolgozó művészek. És ön szerint ez a mostani kiállítás egy jellemző keresztmetszet? Hát ha Tolna megyére értjük, akkor igen, miután nagyon kevés művész él Tolna megyébe, akkor ez körülbelül azt adja, amit Tolna megyébe található jelen pillanatban a képzőművészetben. Kedves nézőink, Önök a Pécsi Stúdió hétfő esti műsorát látják. Ezúttal 9 óra 30 percig tart a programunk, ezt kalkulálják bele az esti időtöltésükbe.
És már is kérdezem önöktől, mert ha tőlem is kérdezik, hogy mivel is azonosítjuk a magyar gazdaság irányát, azonnal megvan a felelet, mivel mással, mint az általános forgalmi adóval és a személyi jövedelemadóval. És azt hiszem, hogy tesszük ezt nem minden alap nélkül. Ám, és ezt gyakorta halljuk, ezek csak eszközök lehetnek egy kibontakozást szolgáló gazdaságpolitikában. Nem kisebb kérdés az sem, milyen a hitelpolitikánk, vagy a káderpolitika, egyáltalán hogyan alakulnak piaci kapcsolataink. Mindenről szó volt azon az eszmecserén, amelyen részt vett Pál Lénárd is. A párt központi bizottságának titkára baranyai munkalátogatása során délelőtt ismert gazdasági, kulturális életével, majd a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének, valamint a Közgazdasági Társaság meghívásának eleget téve, a szövetség megyei szék folytatta programját. Pillancsanak be a terembe, így kezdődött a délután. A társaságunk, mint szervezet és az egyes tagjai is külön erősen érzik a vidékiség hátrányait. Ennek számtalan naponta érzékelhető területei vannak, hogy csak néhányat említsek. A kutatások finanszírozása teljesen fővároscentrikus. A publikálási lehetőségeink korlátozottabbak, a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásunk szinte kizárt. Nemzetközi rendezvényekre, konferenciákra úgy tűnik, mindig ugyanaz a kör jár, és vidéki oda csak fehér rólóként kerülhet be. Jó, az ténylegesen ugye olyan egészségtelen koncentrációja van a közgazdaságtudományban Budapestnek, hogy én a nagydoktori védésemnél vidéki ezüstérmes lettem, mert a 60 nagydoktor közül a második vidéki lettem. Szegeden van még egy, és 58 Budapesten. Tele vagyunk ellenmondásokkal, amit Herék Gyuri is mondott, hogy tényleg hát próbáljuk az értelmiséget mondjuk egységben kezelni, és ne beszéljünk külön műszaki értelmiségről, mert a szegény közgazdászok nem is tudják, hogy hova tartoznak, hát humánok, vagy reálok, vagy ugye a kettő között mozgunk. Tehát valahogy itt az ember úgy érzi néha, ezt el kell mondanom, mint hogyha a legfelsőbb párt és állami vezetés, és közöttünk néha lenne egy ilyen rugalmas ütköző párna, a bürokrácia, ahol tulajdonképpen azok a felső koncepciók néha eltorzulnak, mire hozzánk élek, amely felső koncepciót a miniszterelnök, a központi bizottság július 2-ai állásfoglalása teljesen egyértelműen kimond. Szóval ezt meg kellene nézni, mert ezek a torzulások, én úgy gondolom, hogy a közhangulatot, különösképpen véleményem szerint ezek a torzulások rontják. Az a véleményem, hogy a vezető felkészültsége rendkívül alacsony szintű, az a fajta mobilitás, amit a társadalom ennek kapcsán mond, az nem valósul meg. Nagyon nagy mértékben gátolja ennek a programnak a végrehajtását az, hogy nem kellő értelemmel történik ez a fajta munkavezetés. Reál értelmiségről beszéltünk. Azt hiszem, hogy nem rosszabbak, nem jobbak, mint más értelmiség. Nem rosszabb a mérnök gondolkodás, mondjam, mint a közgazdászén. Valamennyiünk hite az, hogy a kormányprogram mellé szeretnénk állni. Nagyon irítál bennünket, hogy a bürokrácia nagyon nagy mértékben gátolja ezt a munkát. Köszönöm szépen. Higgyék el, hogy az a program, amit a kormány elfogadott, és amelynek az elvi alapján 1987. július 2-án központi bizottság meghatározta, az egy körültekintő fontos munka eredménye volt. Itt az eltársak már jelezték, hogy úgy tűnik, hogy ezen helyes célok megvalósításában már is megjelentek az ellenmondások. Így van eltársak. De azzal a meggondolással azt hiszem, most már ne kell számolnunk, hogy minden jó elgondolás simán tör magának utat. Nem. Megvannak a legkülönbözőbb szinteken, az állami életben talán még azt is lehet mondani, hogy a társadalmi szervezetekben azok az erők, amelyek az érdekeket sértő, vagy esetleg csak látszólag sértő lépések ellen föllépnek, és lefékezik ezeket a folyamatokat. Ma már világos, hogy az adóreform konkrét intézkedéseit meg kell vizsgálni, felül kell vizsgálni számos olyan lépését, amelynek a hatásai kedvezőtlenek. De ne kapkodjunk, ezt most nem lehet megcsinálni 1988. márciusában. Terve van véve az országgyűlés a programjára. Fölvette, hogy az év negyedik ülésszakán áttekint
vidéki helyzettel kapcsolatos megfontolásuk volt ki. Én teljesen elfogadom, van ilyen, egy fővároscentrikusság, és ilyen módon hátrányt szenvednek a vidéki szellemi centrumon, de ez sok területen így van. Nagyon meg kell küzdeniük ezeknek a vidéki centrumoknak azért, hogyha meg akarnak mérni a hátrányos helyzetet. Teljesen más területet említek. A Kaposvári Színház nagyon kiváló munkával meg tudott küzdeni, új épületet is kapott, nagyon rekonstruált épületet kapott, de ott olyan kitűnő színházi teljesítmény. Meg vagyok róla győződve, hogy a közgazdaságtudományi területén, műszaki területen, sok minden területen semmivel sem alacsonyabb értékű munka folyik a fővároson kívül, nem is szeretem ezt hangsúlyozni a főváros és vidékben, hát nem a fővárosban. És mit tudok ajánlani? Az egyik, hogy én is abban segítséget szeretnék nyújtani, hogy a, mondjuk a Baranya megyei a közgazdasági társasága kapjon igenis feladatokat közvetlenül a kormánytól, vagy a pártgazdaságpolitikai osztályától, mert csak gazdagodik az, aki kéri ezeket a hozzájárulásokat, hiszen valamilyen sajátos, más szempont szerinti megvilágítás, átvilágítás válik le. A központi bizottság titkára elmondta még, hogy vannak, akik megkérdőjelezik a párt és a kormány legalapvetőbb lépéseit is. Ezt helyteleníti. Ugyanakkor türelemre intett napjaink egyik kulcskérdését illetően is, ez pedig nem más, mint a politikai intézményrendszer reformja. Válaszaiban kitért a demokratizmusra, a tudósítás ennél a pontnál interjúba vált át. Ha megengedi, én szó szerint mondom, amit ön a teremben említett, az állampolgár úgy érzi, nincs köze az ügyhöz. Na, ez egy, ugye, mondatrész. Én folytattam ezt, hogy nekünk lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy az állampolgárok részt vehessenek a gazdasági, politikai, kulturális döntések meghozatalában. És hogyha részt vesznek, akkor ez az érzés fokozatosan megszűnik. Ugye, amikor én azt mondtam, hogy az állampolgár úgy érzi, akkor ezzel azt is kifejezésre juttattam, hogy ez egy szubjektív dolog. Lehetséges, hogy tulajdonképpen az a mérték nem elegendő, ahogy ma részt vesz a közügyekben. Növelni kell a részvétel lehetőségét. Nagyon egyszerű jelszóval lehetne ezt kifejezni. Több demokratizmust, több szocializmust. Ön Senecára is hivatkozott. Igen, én hivatkoztam Senecára is. Mert hát itt gyakran hallom, hogy bizonytalanság van abban, hogy merre haladunk. Ugye Seneca egyszer azt írta le, hogy az a hajós kapitány, aki nem tudja, hogy milyen kikötőbe akar hajózni, az olyan helyzetben van, hogy számára minden szélirány rossz. De mi tudjuk, hogy milyen kikötőbe akarunk hajózni. Én azt hiszem, hogy ez a beszélgetésünk leglényegesebb pontja, hogy tudjuk-e, hogy hova akarunk menni, mert az emberek hitüket azt hiszem ezen a ponton vesztették el, és a bizalmunkat a, nem tudom, hogy erősen fogalmazás a kormányzatunk iránt, és talán egy picit a pártpolitikája iránt is. Én nem tudom, hát ezt mindenki mondja, mindenki szugerálja mostanában, hogy az emberek elvesztették a bizalmukat. Én nem hiszem. Én megfordulok sok helyütt. Például ma megfordultam itt, a Tejipari Kutatóintézetben. Ott olyan emberekkel találkoztam, akiknek volt hitük, akik bíznak a kibontakozásban, de akik cselekszenek is, akik megtesznek mindent annak érdekében, hogy előre jussunk. Nem mondták azt, hogy ők elveszítették a bizalmukat. Tudom folytatni. Jártam Szarvason. Az ottani Dózsa mezőgazdasági TSZ közgyűlésén. Kitűnő eredményeket értek el 1987-ben. Áldozatos munkával, kemény munkával, jó szervező munkával. Nem mondták azt, hogy elvesztették a hitüket. Megfordultam ott két kutatóintézetben, a halászati kutatóintézetben, azután az öntözési kutatóintézetben. Éppen akkor számoltak be nekem, hogy 87-ben a legjobb évet zárták. Folytassam tovább. Köszönöm, nem ezzel ön egy picit bírálatot mond a magyar sajtófelelős. Természetesen. Nagyon határozott bírálatot mondok. Én nagyon felelősnek tartom a magyar sajtót abban, hogy ilyen rossz közérzete van az állampolgárainknak.
mit kellene szolgálnia ma magyar újságírásnak? A valós folyamatokat kellene pontosan, torzítás nélkül, manipulatív eszközök nélkül bemutatni. Elmenni oda, ahol azok az emberek vannak, hogy készek cselekedni, megmutatni, hogy ők hogyan, miként érnek el eredményeket. Elmenni oda, ahol bajok vannak, és a bajokról úgy beszélni, hogy azok a mi bajaink. És nekünk kell azokat a bajokat megszüntetni. Említettem, azt hiszem délután, Vas Istvánnak a Dalmandi Állami Gazdaság vagy Kombinát vezérigazgatójának a szavait, aki azt mondta, hogy abba kell már hagyni a bajok folytonos felsorolását, lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a bajok okait megszüntessük. Én azokkal vagyok, és azokkal érzek együtt, akik a bajok okainak a megszüntetésén fáradoznak. Ezt is szó szerint feljegyeztem, köszönöm szépen, hogy ezt most megemlítette. Engedje meg még egy utolsó záró kérdést. Nemrégiben, az elmúlt esztendőkben szó volt arról, hogy Magyarországon nem lesz munkanélküliség. Tudtuk azt és tudjuk azt, hogy vállalaton belül létezik ilyen és működött, azt is, hogy hogyan működött. Tudomásaink szerint, és ezt beszélik már az emberek, ezért öntől szeretnék erre választ kapni, hivatalosan, legálisan Magyarországon lesz munkanélküliség, sőt, mi több, bevezetik a munkanélküli segélyt. Igaz-e a pletyka, igaz-e a hír? És most ne tessék engem is azon újságírók közé sorolni, akik a szenzációkat keresik, csupán a nézők kérdését teszem fel önnek. Igen, ugye az utóbbi időben nagyon sokat beszélnek arról, hogy Magyarországon van munkanélküliség, lesz munkanélküliség, hiszen vannak jelenleg olyanok, akik állást keresnek, átmenetileg nincsenek alkalmazva. Én azt hiszem, hogy Magyarországon nem lesz munkanélküliség. Na most én ezen nem akarom letagadni, hogy egyes térségekben, egyes vállalatoknál átmenetileg, éppen a munkaerő átcsoportosítása miatt, éppen mondjuk más területre való átirányítás miatt emberi nehézségek, tragédiák, konfliktusok nem lépnek fel. Ezeket kezelni kell, ebben segítséget kell nyújtani, és erre szolgál többek között az az alap, amit ilyen átképzési célokra a kormány létrehozott. Tehát a pártpolitikája ebben változatlan. Hát hogy képzeli? Álláspontja. Hát hogy képzeli? Szocializmus meghirdeti a munkanélküliséget? Sportnyelven, pontosabban foci nyelven szólva, letelt az első félidő, bizonyára önök is szeretnének már egy picit pihenni. Kikapcsolódásul néhány perc a Pécsi Bach együttes társaságában. The gospel train is coming, I hear it just at hand. I hear the calm it's moving, and rumbling through the land. She's playing on the steam power and straining everywhere. Oh, the tambour, and the moon, and the shoe dance, 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 and the moon, and the kezdődjék tehát a második félidő. Azok számára említem, akik később kapcsoltak hozzánk, hogy a Pécsi Televízió stúdió körzeti adását látják. Telefonszámaink a 24504 és a 11849-es. Ha kérdésük, véleményük, észrevételük van, ezeket a számokat tárcsázzák, természetesen a 72-es körzetszám tárcsázásával. Folytatva műsorunkat, egy mondatot idézek Pál Lénártól,
illetve felszólítást a Központi Bizottság titkárától, aki azt mondta, több demokráciát, több szocializmust. Nos, nyilvános vitára bocsátják azt a tervezetet, tanulmányt, amely a mohácsi árvízvédelmi támfal megemelését tartalmazza. A terv megvan, a kérdés most úgy vetődik fel, kérik-e a Dunaparti város lakói, vagy tiltakoznak. Bemutatom stúdió vendégünket, dr. Hernádi Alajost, a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatóját. Mi tartottunk egy kis közvéleménykutatást előzetesen, bizonyára hasznos. Mikor értesült arról, hogy a vízügyi igazgatóság meg szeretné emelni a vétfalat, a támfalat? Hát körülbelül egy-másfél hónapja. És az emberek beszélnek itt róla Mohácson? Mi a tapasztalata? Hát igen, beszélnek róla. Megoszlanak a vélemények két szempontból. Van, aki elismeri azt, hogy erre szükség van, visszagondolva az 56-os és a 65-ös árvizekre, viszont városképileg nem biztos, hogy örülnek neki. Most ön is tegye le a voksát. Hát nem örülnék neki. Azt én nagyon elcsúfítaná a városképet, ha bár hallottam azt, hogy akkor magát a sétányt is megemelik ugyanezzel a magassággal, de nem láttam róla még sem rajzot, sem terveket. Lehet, hogy nagyon szép lesz, nem tudom. Legyen kedves egy pillanatra felén fordulni. Gyakran kisétál ide? Nem, hetente egyszer talán. És most éppen miért jött? Célja van? Egy kis kikapcsolódás. Tessék mondani, tud-e arról, hogy megemelik a támfalat, illetve meg szeretnék emelni? Most lesz, mai újságban olvastam, hogy lesz egy ilyen vita ezzel kapcsolatban, és úgy fognak határozni, hogy emeljék-e vagy nem, esztétikum meg egyéb szempontok. No, hát akkor én most önt arra kérem, hogy szavazzon, mielőtt ez a döntés megszületik, szeretné-e vagy sem. Hát minden esetre biztonságos legyen, de esztétika is, vagy össze kellene hangolni a kettőt. Tud arról, hogy meg akarják emelni itt a vétfalat, a támfalat Mohácson? Erről nem tudom. Nem hallott még? Nem hallottam róla, nem. Hát nézem, most olyan, mondjak olyat, hogy inkább hidat építenének, mert az nagyobb szükség lenne. Hát szerintem akkor a víz nem lesz, hogy ezt a betonfalat átvigye. Hát a töltés is megvan emelve egész végig, úgyhogy a véleményem szerint nem kellene. Hallottam róla, mert elég nagy területen helyezkedik el a városunk, és emiatt a túlsó részen is nagyon nagy az árvíz veszély. Na most mit szól hozzá? Hát én örülök neki, mert itt lakom Mohácson. Tehát ön egyetért azzal, hogy emeljék meg 70 centi magasztán? Hát ha erre van szükség, akkor csak is. Nagyon nem szép volna, az tény, de viszont a városnak a védelme, egy erősebb árvíz, meg két árvizet már átéltünk. Mi öregké ki vagyunk téve az árvíznek a veszélyeivel. Állandóan ez a műsor megy, hogy jaj, fönt jön a víz Mohácsodra. Éppen eleget költöztünk ma 56-ba, 65-be, stb. Volt éppen elég, nem maradt semmink, ágrosztakadtak maradtunk, istállóban, meg góréban laktunk abban az időben. Szerintem nagyon ideális volna, ha meg erősítenék. Ön is ezt mondja, ugye? Én is ezt mondom, a városvédelme, az esztétikát felül kell helyezni a városvédelmén kívül. Ön elsősorban a biztonság. A biztonság az első, az a legfontosabb. Az emberilletekről van szó, és vagyonról. Kérem, ha egyszer szükséges, az a víz, nem lehet játszani. Hogy lesz egy árvíz, és akarnak egy falat csinálni, akkor hát csináljanak, hogy nehogy 5 év múlva még egyet kelljen csinálni. Kérem, aki még nem látott árvizet, aki még nem fürdött, aki még nem látott ilyent, az nézze meg, hogy mi van, hogy tényleg jön a víz. Merje? Azt nincs. Nem lehet előre emberileg kiszámítani, hogy itt mikor jön egy 1000-es víz, vagy 1100-as. Másodperceken belül a vétfal, támfal másik arcát, a Duna felőli arcát látjuk, és ebben már kérem az ön segítségét is. A jelenlegi fal, amit rövidesen látunk, mikor épült, milyen hosszú, milyen magas, egyáltalán mit kell róla tudnunk, a motorcsónak éppen most fordul rá, azt hiszem. Igen, most már látható. Igen, most már látható. Ez a támfal, ez a századforduló első éveiben épült, az 1900-es évek első éveiben, és kereken 1600 folyóméter hosszú, és az a rendeltetése, hogy Mohács város közvetlen árvízi védelmét biztosítsa, hiszen a város felső végén, tehát az északi oldalon egy magas part védi az árvizektől, a déli oldalon egy árvédelmi föltöltés, és közvetlen a város belterületén létesült ez a támfal, amelynek hát az alapvető funkciója, hogy kellő árvízvédelmi biztonságot nyújtson a városnak. Na most a Duna vízállása jelenleg 3 méter körüli. Milyen magas
vízállásig ad teljes biztonságot a jelenlegi fal. Na most itt a mértékadó árvízszint az 1010 cm, tehát a 300-as vízálláshoz képest kereken 7 méterrel magasabb, és ehhez képest a jelenlegi támfal kereken 60 cm-es biztonságot nyújt, ami ezen a szakaszon pont fele annak, ami elő van írva, és amire a déli oldalon lévő föltöltések is vannak építve. Itt már látni lehet, de később még inkább, még igen, most már lehet látni. A házakat eltakarja félig a jelenlegi támfal, tessék nézni, csak az ablakot sem lehet látni rendesen, csak félig. Ez valóban így igaz, bár egy kicsit csalók a kép, mert túl alacsony a víz, és hát eléggé felfelé kell nézni, és ennek megfelelően kicsit torzítva láthatóak az épületek, de kétségtelen tény az, hogy jelenleg is vannak olyan kisebb épületek a támfal mellett, amelyeknek az ablakának egy részét, tehát földszintes épületek földszinti ablakának egy részét takarja a támfal. Szabad legyen megkérdezni, most már rövidesen végés ennek a filmnek, hogy miért éppen most végzik ezt a beruházást 1988-ban, szóval miért nem korábban, vagy miért nem később, mert most éppen pénzszűkös esztendőket élünk. Hát erre egy általános, egy konkrét választ tudok adni. Az általános válasz az hogy minél kevesebb az anyagi forrás, annál inkább érdemes a prevencióra fordítani, ez az általános magyarázat. A konkrét magyarázat pedig az, hogy Baranya megyében a Duna és a Dráva mentén vannak ármentesítendő területek. Ezek a 65-ös nagy árvíz után folyamatosan kerültek fejlesztésre. Először megépült a Dunai töltés Mohácstól délre, ezt követően megépült a Drávai töltés, részben úgy nyomvonalon, részben megerősített szelvénnyel, és következő ütemként éppen a mohácsi támfal van soron, azt kell megcsinálni. A riportban hallhattuk, vannak, akik emlékeznek még a jegesár pusztítására. Aki még nem ért át ilyen katasztrófát, talán fel sem tudja becsülni, hogy mekkora károkat is okozhat a természet hihetén csapása. Rövid időre felidézzük az akkori áradást. Ön erre emlékszik? Hát részben emlékszem rá, bár akkor még egyetemi hallgató voltam, amikor ezek a felvételek készültek. Ezek 56-os felvételek, igen, ugye? Igen, 56-os felvételek. Tehát az 56-os nagy jeges árvíznek a képei, ahol éppen Mohács szempontjából nagyon érdekes a dolog, hiszen Mohács városnak a fő árvízi problémáját nem az úgynevezett nyári árvizek okozzák, amelyek meglehetősen jól becsülhető tetőző vízszintekkel tetőznek, hanem a jeges árvizek, mert a Mohács alatti Dunaszakaszon igen gyakori a jégtorlódásnak a bekövetkezése, és a jégtorlaszok mögött jelentős vízszintemelkedések jönnek létre, és ezek egészen hát abnormális méretű árvízszinteket tudnak okozni. Én arra kérem, most fáradjon ide a térképhez, és legyen kedves elmagyarázni a nézőknek, hogy mit is terveznek. Lényegében ezen a metszetrajzon, amit látható ezen az ábrán, kétféle színezést alkalmaztunk, egy világos zöld színnel, egy világos zöld színnel bejelöltük a meglévő partfalat és a hozzá csatlakozó belső járdát, illetve sétányt, és sötétebb zöld színnel pedig bejelöltük azokat a részeket, amik a fejlesztés keretében megépülnének. Ez lényegében két problémát és két feladatot oldana meg, egy kis járulékos kiegészítéssel. A fő feladata az lenne, hogy megerősítve ezt az így szemre is látható módon viszonylag hát gyenge stabilitású partfalat hozzáépítéssel, ez megerősítésre kerülne, és ezáltal megnőne a stabilitása. Egyúttal ugye ezt a régóta meglévő repedezett átszivárgási veszélyeket rejtő régi falat stabilizálná és megfelelő vízszigetelést is biztosítana, valamint meg kellene emelni kereken 60 cm-rel, biztosítva ezáltal az előjött 1 méter 20 cm-s biztonságot. Azért, hogy kompenzáljuk annak a hatását, hogy ugye ez a megemelt támfal hát meglehetősen ugye rontaná a parti sétánynak a használhatóságát, ezért ugyanilyen mértékben ez is megemelésre kerülne, itt egy feltöltéssel és egy betonjárdával.
Köszönöm szépen. A lakossági fórum március 16-án lesz, ugyan részt vesz rajta. Igen, részt veszek rajta. Jó, ezzel a néhány perccel korán sem kívánjuk persze a mohácsiak véleményét befolyásolni, egyáltalán megváltoztatni, de ha már egyszer elértünk oda, hogy saját magunk dönthetünk ügyeinkben, legalábbis Mohácson, úgy gondoltuk, hogy a televízió is ott lehet a nyilvánosság ügyét szolgálva. Köszönöm, hogy eljött, és önt pedig már is kérdezem, hogy mit szól a mohácsiak nyílt várospolitikájához? Most tanúja volt, részese volt. Hát azt hiszem, hogy ehhez kapcsolódva nálunk is rövid időn belül egy ilyen, hogy mondjam, demokratikus fórumra kerül sor, mivel hogy községünkben van egy nagyon szép környezetben lévő horgásztó, és a községnek egy részét az elvizesedés fenyegeti, de szakvélemény nélkül nem lehet kimondani. A másik oldalon viszont a horgászok sajnálják, hogyha esetleg az a tó megszűnik, az ő kedvelt paradicsomuk oda lesz. Tehát ott is dönteni kell, hogy igen, igen vagy nem, hát ezek nem könnyű döntések bizony. Engedje meg, hogy bemutathassam, és én örülök, hogy megismerkedhettem önnel. Borsfai Zoltánné, Zala megyéből érkezett országgyűlési képviselő. Tessék elmondani egész pontosan, honnan érkezett, és azon kívül mit csinál, amikor nem képvisel? Galambokról érkeztem. A május egy termelőszövetkezetnek vagyok, 1975 óta tagja. Fizikai munkát végzek ugyanúgy, mint más bármelyik falusi asszony. Én már láttam önt ebben a ruhában a parlamentben ülni a honatyák között. Mindig mindenhova ebben a népviseletben jár? Igen, igen, már ugye a régi időkben az volt, hogy a falusi parasztságot, hát a népviselete vagy a kerek ruhája különböztette meg a úri viselettől, hát aztán ránk maradt, mi meghordjuk. Engedtessék meg nekem egy kicsit komolyabb kérdés. Most itt ebben a műsor részben tekintsünk önt főszereplőnek, végtől is az. Amikor a parlamentben ül, akkor a szerepskála melyik részén helyezkedik el? Hát a főszereplőként. Ott is? Igen. A munkahelyen nem mindig, de a parlamentben ott igen. Miként is zajlik le egy ilyen parlamenti ülés? Azért is kérdezem ezt, mert az utóbbi időben elég gyakran lehet hallani, hogy nem elég élénk a parlamenti vita, hogy egy, szóval nem ilyennek kellene lenni a parlamentizmusnak. Hát ön szerint ön benne van, benne él. Na most tulajdonképpen az érdemi viták, én is azt mondom, hogy nem a parlament ülésein zajlanak le, hanem inkább a bizottsági üléseken, amik ugyanolyan fontosak, avagy fontosabbak, mint az országgyűlés. Tehát ez előkészítő fázisban sokkal igen, inkább. Igen, igen. Kérem szépen, mit gondol, a parlament mennyiben tükre a magyar társadalomnak? Szóval most arra gondolok, hogy a hangulat, amit kint érzünk, az vajon bent is érezhető a teremben? Szóval is ugyanaz a hangulat? Igen, igen, érezhető. Hát ugye az a képviselőknek a felszólalásából, az aggodalom érzetéből kitükröződik teljes egészében, a véleményem szerint. Legyen őszinte, milyen rangja van ma a képviselő? Hát, amint az imént is mondtam, hogy a munkahelyen nem mindig képviselői rangja van. Hát én most már ezt nyugodtan kijelentheti, talán koránál fogva, mert most ha visszamegy, akkor lehet, hogy szólnak ezért, hogy a munkahelyéről beszélt, hogy ott nincs rangja a képviseleti munkának? Hát nem gondolom meg, ha szólnak is, úgy érzem, hogy igazat mondtam. Holnap után március 16-án ismét összeül az országgyűlés napi rendjén a közúti közlekedés. Hát nem tudom, mennyivel járatos a közlekedésben. Hát, úgy, mint utazó ember. Csak úgy. Tehát csak ezen a szinten, akkor én feltételezem, hogy most nem fog hozzászólni a vitához, de ott lesz, ugye? Igen. Ha jól tudom, az utóbbi néhány hónapban egy kicsit vissza kellett vonulnia a munkától. Igen. Betegség talán? Igen, igen. Hát én kívánom önnek, hogy mielőbb gyógyuljon fel, és vegyen részt aktívan majd a jövőben az országgyűlési képviselők munkájában. Még azt kérdezem, hogy Zala megyében ahonnan érkezett, hány kis települést képvisel, hány embert? Hát körülbelül 25 ezer embert 9 tanácsi körzetbe. Néhányat közülük? Hát Garabonc, aztán Zalakaros, Zalakomár, Mihald, hogy soroljon, Füzvölgy, Gálse, aztán a Zalaszent Balázsi, Hahóti. Borsfai Zoltánné az országgyűlési képviselők sorozatában volt a Pécsi Stúdió vendége. Köszönöm, hogy eljött Galambokról. Most önnek még elég hosszú útja van, tehát jó utat hazafelé. Kérem szépen, kaptam egy telefont, ezt itt hagytam ezen az asztalon.
Egy 51 éves uránbányász kérdezi, erkölcsöse, ha az üzemorvosokat anyagilag teszik, abban érdekelti, hogy csökkenjen a táppénzes napok száma. Ez a fajta nyereség érdekeltség kétélű fegyver, hisz az emberek mehetnek tönkre. Érdekes felvetés, utána fogunk nézni. Ja, abba a kamerába kell mondanom. Tehát kedves 51 éves uránbányász, ön a nevét nem jelezte, már is ötlet díjazott, ugyanis a Pécsi Stúdió sikereinek legfőbb forrását a nézők bizalma adja, a nézőkkel való együttműködésben most tovább szeretnénk lépni. Kérjük önöket, hogy legyenek a munkatársaink, ön ezzel az ötlettel már munkatársunk. Olyan ötleteket, javaslatokat várunk továbbá, és eseményekről szóló beszámolókat, illetve meghívókat, amelyek alapján a helyi közösségek eredményeiről, gondjairól hűképet adó beszámolókat készíthetnek majd munkatársaink a jövőben. Úgy is feltetnénk a kérdést, ön miről készítene műsort a televízióban? Kérjük tehát, írjanak nekünk, és ezáltal is szóljanak bele a szerkesztés munkájába. Azokért az ötletekért, amelyekből végül is műsor készül, ötletdíjat fizetünk, tehát ön már ötletdíjas, ezek után pedig a hírek. Nyugdíjas otthon épül Zalaegerszegen. Zalaegerszegen a Kossuth Lajos utcában épül Zala megye első nyugdíjas otthona. Az 50 millió forintos beruházást a Zala megyei Állami Építőipari Vállalat szakemberei építik, és úgy tervezik, hogy az első lakók még az idén augusztusban beköltözhetnek. Az emeleten 57 bérlakást és egy szolgálati lakást alakítanak ki, a földszinten pedig a közösségi helyiségek kapnak helyet. A pályaválasztás előtt álló fiatalok figyelmébe ajánljuk a következő hírt. Kőműves, női ruhakészítő és mezőgazdasági gépszerelő szakmákban elegendő jelentkezés esetén kihelyezett tagozatot indít Sásdon a Komlói 501-es számú Csizmazia Gyula Szakmunkásképző Intézet. A jelentkezési lapokat a Szakmunkásképző Intézet címére kell eljuttatni március végéig. Új uszoda Nagykanizsán. Az utolsó simításokat végzik az építők a nagykanizsai fedett uszodán. Az Zala megyei Állami Építőipari Vállalat kivitelezésében épült létesítmény májusban kerül átadásra. Az uszoda 33 méteres medencéje egy billenő fallal 25 méteresre osztható, így az versenyek rendezésére is alkalmassá válik. A bukovinai székelység történetét Sebestyén Ádám dolgozta fel. Az erről szóló könyvet jövőre jelenteti meg a Tolna megyei könyvtár. A kötet a 16 évvel ezelőtt megjelent Andrásfalvi székelyek története című mű bővített kiadása. Előjegyzéseket már felvesz a Tolna megyei könyvtár. A régi iskola, az ott szerzett tudás és élmények életünk kiszakíthatatlan részei. Ezt érezték a régi pécsi iparisták és a Cipernovszky Károly ipari szakközépiskola jelenlegi diákjai is. Ma délelőtt kezdődött az a háromnapos emlékező program, amely az idén 75 éves iskolában egy ünnepséggel kezdődött. A földszinti folyosón leleplezték azt a márványtáblát, amely az egykori iskolaigazgatóknak állít emléket. 1912-től az akkori fémipari szakközépiskola, majd felsőipariskola, és 1955-től a Cipernovszky Károly Technikum nem csak a jól képzett műszaki szakemberek tízezreit adta az országnak, hanem olyan útravalót is, amellyel volt diákjai az élet számos más területén is képesek voltak kimagaslót alkotni. Az iskolában berendezett kiállításon öreg műszerek, gépek, szemléltető eszközök idézik a múlt tudományát és technikáját, becsesen szép kontrasztot adva a mai műhelyekben, laboratóriumokban folyó munkának, a technika fejlődésének. Mint Lakatos György igazgató elmondta, 7 évig csak szakközépiskolai képzés folyt, de 1985-től megindult az új típusú technikus képzés. A diákok két idegen nyelvet, oroszt és angolt tanulnak, a negyedik év végén a közismereti tantárgyakból érettségiznek, az arra alkalmasak pedig az ötödik év végén megszerezhetik a technikus joglevelet. A Cipernovszky nem csak úgy tart lépést a fejlődéssel, hogy a legkorszerűbb technológiákkal, a számítástechnikával is megismerteti hallgatóit, hanem szoros kapcsolatot tart fent a térség üzemeivel. Olyan ipari szakképzés is folyik falai között, amely megfelel az üzemek, vállalatok gyártmányszerkezeti változásainak, illetve az ezzel kapcsolatos szakképzettségi igényeknek. Ezzel természetesen megkönnyíti az itt végzett diákoknak az esetleges szakmaváltást, a megújulási készséget. Tudom, hogy a szubjektív érzések nemigen férnek egy tudósítás műfaji keretei közé, de talán megbocsátja nekem az a sok kolléga, aki egykor maga is iparista volt, és megértik mindazok a nézők, akik szeretettel gondolnak a jó öreg alma máterre.
Így hát, kedves ipari, 75 éved után is fiatalodj egyre tovább, és érezd az emberformálás gyönyörűséges, gyötrelmes felelősségét további évtizedeken át. Horváth Olivér festőművész munkáiból nyílik kiállítás holnap a Bonyhádi Völgységi Múzeumban. Az egykori gimnáziumi tanár 53 képzőművészeti alkotását a városnak ajándékozta. A művek az ott élő emberek hétköznapjait ábrázolják. A tárlat megnyitója 16 órakor lesz. Sági Sándor festőművész alkotásaiból nyílik tárlat március 17-én csütörtökön Pécsett a Képcsarnok Ferenci termében. Sági Sándor munkái számos egyéni és csoportos kiállításon szerepeltek, alkotásai megtalálhatók a Magyar Nemzeti Galériában is. Nevezetes nap lesz villány, szőlő és bort elmelésének történetében, ez a mai nap. Egy olyan nemzetközi mozgalomhoz, szervezethez csatlakozhatunk, amely célul tűzte ki a bornak, a nemes italnak a védelmét. Villány is méltó arra, hogy ezeknek a rendeknek a sorába lépjen. Területi adottságai, éghajlata lehetővé teszi, hogy olyan finom borok kerüljenek megtermelésre, mint amilyet a helyi rozé, a Schiller, vagy a vastag, bársonyos, vörösborok adnak. Ezzel az ünnepi köszöntővel és a borőrök avatásának ceremóniájával ma délután megalakult a villányi borőrök borrendje, amely Magyarországon a 12. rend. Aki pedig a borőrök tagja kíván lenni, két próbát kell kiállnia. Fel kell ismerni a rend zászlós borát, a Cabernet, amely a szakemberek szerint egyesíti magában a francia eleganciát és a villányi borászok hozzáértését. A második feladat az úgynevezett dugózás, amikor is a villányi termőtáj szelleme a palackba kerül. Ha jelöltek a próbát teljesítették, esküvel fogadják meg, hogy óvják és népszerűsítik az itt termelt borok minőségét, és fejlesztik a villányi történelmi borvidék szőlőkultúráját, bortermelését. Ez idáig is nagyon sok telefont kaptunk, kérem, még van lehetőségük telefonálni, ugyanis ma rendkívüli adásnap 9:30-ig adjuk programunkat innen a pécsi televíziós stúdióból. Csak egyet említek, egy lelkes pécsi lokálpatrióta a Széchenyi tér felújításával, illetve a most talált középkori értékekkel kapcsolatban hívta szerkesztőségünket. Szerinte inkább húzódjon el egy-két hétig a felújítás, de tárjuk fel, ami a tér alatt van. Ha lerakják az új burkolatot, örökre elzárunk mindent a kutatók elől. Tehát egy észrevétel bizonyára az illetékesek figyelemmel kísérik majd a jövőben. Most pedig sport terveztük, hogy részleteket adunk majd a szombati kaposvári Rákóczi Vasas NB1-es bajnoki labdarúgó mérkőzésről. Mi terveztünk, ez azonban nem vált valóra, ebben van gyakorlatunk. A látottakat egyébként Kovács Imre, a Magyar Rádió pécsi stúdiójának főmunkatársa kommentálta volna. Hát én arra nem kérek, hogy most utólagos elemzést adj, hanem sokkal inkább kíváncsiak lennénk arra, hogy mi történik ezekben a napokban a labdarúgó csapatok házatáján, az öltözők környékén, folyosókon, egyszerűen pletykákra lennénk kíváncsiak. Hát lévén most ugye két döntetlen és két vereség a mérleg, hát nem éppen a legsikeresebb Dél-Dunántúlon. Kezdjük ott, hogy hát elkezdődött a tavaszi szezon, már a második fordulót játszották a csapatok, de azt hiszem ül a mondás, hogy nem volt valami nagy vitézkedés ebben a fordulóban, bizonyítják az eredmények is. Szombathely Zalaegerszeg 1-1, egyébként ennek a zalaegerszegiek örültek. Rákóczi FC Vasas 0-0, itt említem, hogy semmiről nem maradtak le a kedves nézők, hogy ezt képben nem mutatjuk meg, mert a két mezőny, illetve a két 16-os között zajlott a játék, különösebb esemény, izgalom nélkül. Többen megjegyzik, hogy ez a döntetlen, ez már kiszámítható volt jó előre, hisz a Vasas ugye odaadta Kovács kapust a Kaposvárnak, ezért talán megegyezés születhetett. Hát ez a Kaposvár fizetett a Vasasnak Kovács Attiláért. Érdekes volt egyébként Kovács Attila, aki Pécsről származik, és egy eléggé kalandos sorsú kapus, közismert történetek vannak körülötte. No, az a lényeg, hogy Kovács Attila a kaposvári öltözőben még nem ment be a Vasashoz, már nem ment be, szegény ott állt a folyosón a senki földjén, nem védett ezen a mérkőzésen. A döntetlen egyébként reális kép volt. Na aztán a többi eredmény a Dél-Dunántúli aspektusból, Újpest-Siófok 4-2, ez egy kemény vereség, miként kemény a Váci 3-1 a PMSC veresége is.
Hétfő egyébként labdarúgásban legalábbis jó magam úgy tapasztalom, hogy az elmélkedések, a lelki gyakorlatok, na meg a fürdésgyúrás és a fogadkozás napja, vagy éppen szabad napja, mert van, ahol már edzenek, ahol szombaton játszanak, ugye, és akik vasárnap voltak munkában, azok majd éppen szabadnapot tartottak. Ilyenkor egy-egy telefon tényleg sok mindent elmond, ad felvilágosítást. Zalaegerszegen örültek a szombathelyi egypontnak, Sipost viszont kiállították, és ezért eltiltása esedékes, rózsa pedig sárga rózsa, ez azt jelenti, hogy egy mérkőzésről kimaradt sárga lapok miatt. Cigányvadász dobány viszont valamennyien sérültek, és nem örülnek, hogy most éppen Siófokra kell utazni, egyféle dél-dunántúli összevetésre, rangadóra. Éppen Siófok 4-2-re kikaptak Újpesten. Illés János ügyvezető elnökkel beszéltem, ő elmondotta, hogy 3-2-nél még a döntetlenbe bíztak a siófokiak Újpesten, de aztán egy 11-es eloszlatta a reményeiket, és elgondolkodható, amit Kaszás Gábor Ezdrő mondotta a játékról, az első félidőbeli játékukról Újpesten, hogy gyámoltalan volt a Siófok. Reális a számításuk, úgy vélik, hogy ők a 8, nem kevesebb, mint 8 kieső jelölt között vannak, minden pont sokat számít. A következő mérkőzésre az Zalaegerszeg ellen oly módon készülnek, hogy Olajos nem játszhat szintén sárga lapok miatt, Adi pedig sérült. Na és akkor Kaposvár, itt Gulyás Sándor technikai vezetővel beszélgettem a telefonon. A vezetés és a szakvezetés tudomásul vette a Vasas ellen döntetlen, de a gólképtelenséggel módfelett elégedetlen. Realisták a kaposváriak, lényegében kiesetnek tekintik már magukat, csoda nincs tudnélik. Ilyen pont hátrányban legalábbis kevéssé van. Ők becsülettel kívánnak helyt állni a hátralévő mérkőzéseken. Most Szombathelyre megy a Kaposvár, Max itt is sárga ember lett, és Murai áll készen létben. Na és akkor a PMSC. Már ez egy érdekes dolog volt, hogy még egyirányú volt a közlekedés telefonon a pécsi MSC-vel. A városból nem lehetett hozzájuk telefonálni. Ők meg hát nem éppen arra gondoltak, hogy felhívják a televíziót, hogy nyíljuk. Na végül összejöttem Tüske Csaba technikai vezetővel, aki kitűnően ért a futball csínyához, bínyához. Na, elmondta, hogy a PMSC Váci veresége igen fájó, de valós eredmény. 7 ember mondott csődött Tüske szerint, Lovász vezető gólja után. Viszont kellemetlen volt, hogy Hámori öngólt vétett, és ez egy nagyon furcsa sok hatás alá vetette a csapatot, képtelenek voltak utána már kibontakozni. Hámori egyébként egy érdekes ember, tudnélék 3-1-es vezetésnél, Váci vezetésnél lerántott egy Váci játékost. Ezzel elérte azt a sárga lapot, hogy nem kell szombaton volt csapata a Ferencváros, ellen játszani. Köszönöm szépen, hogy beszámoltál a labdarúgó csapatok házatájáról. Kérem szépen, most 21 óra 14 perc van. Ekkora ígértem azt az interjút, amely szombaton készült Grósz Károly Tolna megyei látogatásakor. A minisztertanács elnöke készséggel vállalkozott a beszélgetésre. Most, amikor mind pontosabban kell meghatároznunk a kibontakozási programot, ön grószertárs, hogy látja a vidék, mondjuk ez esetben a Dunántúl helyzetét ebben a programban? Hát nézze, nincs az országnak egy olyan sarka, ahonnan nem lehetne részt vállalni a program megvalósításában. Ebben az országban mindenki tehet, aki tenni akar a stabilizációért és majd a kibontakozásért. A Dunántúl szerepe természetesen nagyon nagy, hát közismert, nagyon magas mezőgazdasági kultúrája, és ezt a mai tanácskozás is mutatja, hogy rendkívül jó a légkör hozzá, a szellemiség ahhoz, hogy ezek a tartalékok, amik benne vannak az országban, ezen belül Dunántúl van, azok a közösségé, az országé legyenek. Rendkívül rokonszenves volt az a felelősségtudat, amit az ember itt tapasztalt, ahogyan keresték a valódi problémákra és gondokra a megoldás lehetőségét. Tehát én egy rendkívül nagy alkotó kedvet, egy tenni akarást, egy energiát éreztem ma ezen az a tanácskozáson. És mivel ez a rendszer kitűnően dolgozik, jól szervezi a gazdaságokat ennek érdekében, az aktív cselekvés érdekében, az előrehaladás érdekében, tehát hiszem, hogy ezen a nyomvonalon kell tovább menni, amit ma a programban megfogalmazódott. Természetesen az ország különböző tájegységeinek eltérőek a sajátosságai. Hát mondjuk az én szűkebb hazámban, Borsodban, ott azért mostohábbak a természeti viszonyok a mezőgazdasági termeléshez. De meg vagyok róla győződve, hogy ott is és másütt is részt lehet vállalni a programban, azzal a keményen, határozottan és követően, hogy a termékszerkezet milyen lassan változik.
Tehát nem beszélni kell most már, hanem tenni, tenni, cselekedni, és ezt éreztem ma itt, hogy ehhez van jó társadalmi légkör. Kérem szépen, ön a felszólalásában rendkívül vehemesen szólt a vezetés fogyatékossággal. Ön hogyan látja, mit lehet tenni? Mi az a hatékony mód, amivel mégis meg lehet változtatni? Hát valóban lestelem is egy kicsit, hogy ilyen vehemensen szóltam a felelősségről és a saját felelősségemről is, mert hát aki politikával foglalkozik, az amennyire lehet mérsékelje magát. De hát engem bosszant, meg kell mondanom őszintén, minden olyan hiba, amit én elkövetek, és utólag rájövök, hogy rosszul döntöttem, és bosszant mások hibája is, és bánt, mert tudom, hogy annak a következményei nem csak személyünkre vonatkozóan nagyok, hanem egy közösséget is hátrányosan érintenek. Most éppen azért vagyok bosszús, hogy ezt az egész forgóalap hitel megszorítást, amit egyébként a múlt esztendőben elhatároztunk, és nem tudjuk kikerülni, meg kell csinálni. Rosszul hajtottuk végre, szakmai műhibát követtünk el, és ezt magamnak sem tudom megbocsájtani, és másoknak sem, azoknak sem, akik szakmailag bonyolították ezt az egészet. És én azért kezdtem a felszólásomban is a felelősséget rajtam, mert a minisztertanácsülését én vezettem, amikor döntöttünk arról, hogy a kint lévő pénzt be kell visszavonni a gazdaságba, mert egy olyan inflációs nyomás fogja érni a gazdaságot, hogy nem fogjuk tudni tartani azt, amit megígértünk az országnak a fogyasztói árszínvonal tartását illetően. Tehát intézkedni kell. Csak egy jó célt lehet rosszul is megcsinálni, és nem csináltuk meg jól, mert normatív alapon vontuk el a pénzt, és akinek van pénze, az el tudja viselni ezt a megszigorítást. Akinek meg egyik napról a másikra él, mert nincs pénze, annak ez elviselhetetlen terhet jelent, és nekünk az nem lehet célunk, hogy megfojtsuk azokat a gazdaságokat, amelyek egyébként is nehéz körülmények között élnek és gazdálkodnak. Tehát nem voltunk elég körültekintőek, amikor az intézkedést hoztunk. És a számomra nekem se, és mások számára sem lehet mentség, hogy mi ezt, mit tudom én, néhány hét alatt kiigazítottuk, mert mikor rájöttünk, hogy ennek milyen lett a következménye, ugye decemberben hoztuk a döntést, akkor február 2-án már megszülettek az intézkedések, hogy ezen lazítsunk. Nem a célt adtuk fel, azon nem változtatunk, mert ezt az ország érdekében meg kell csinálni. De nem mindegy, hogy hogyan csináljuk. Mégis ebben nem voltunk körültekintőek. És itt a felelősség alól senki nem vonhatja ki magát. Egyébként is, hogy ma ilyen gondokkal küzdünk, abban személy szerint meg vagyok arról győződve, ebben rendkívül nagy szerepet játszik az is, hogy sok döntésért nincs felelős, és nem érhető tetten, hogy ki a felelős. Hát azt hiszem, hogy ezen változtatnunk kell. A kormánynál kell kezdeni, de a munkapadnál is érvényesíteni kell. A miniszterelnökre is igaz, meg a művezetőre is igaz. Mindenkire, aki vezet, hogy a döntéseiért vállalja a felelősséget, és legyen ereje szembenézni azzal, ha hibázott. Hiba nélküli vezetés soha nem volt, és soha nem is lesz. Ebben nem hiszek. Az csak olyan ígérgetés, aminek nincs komoly tartalma. Mi szeretnénk a lehető legkisebb hibával dolgozni, de azt én nem merem felvállalni, hogy hiba nélkül is fogunk dolgozni. De azt igen, hogy a hibáért a felelősséget megállapítjuk, és kiigazítjuk, hogyha tévedtünk. És ezt nem titokba csináljuk, ez nem presztízsvesztesség számunkra, ellenkezőleg erőt ad ahhoz, hogy jövőt illetően bebiztosítsuk magunkat az újabb tévedésekkel szemben. Az ön munkaprogramjában az utóbbi időben mind gyakran az ilyen jellegű iparvállalatokkal történő találkozások, és így most a mezőgazdasággal. Ön hogyan tudja hasznosítani ezt a mindennapi munkájában? Nézze, sem kormányt, sem más vezetőtestületet nem lehet úgy irányítani, vagy nem lehet részt venni hatékonyan a munkájában, ha az ember nem ismeri a korábban hozott döntések tapasztalatát. Ezeket a tapasztalatokat persze meg lehet jelentésekből is, meg írásokból is szerezni, de más ezt hallani, és más ezt elolvasni. Nyilvánvaló, hogy ennek a 4 órás vitának a magvát össze lehetne egy 10 oldalas jegyzőkönyvbe is foglalni. Azt az élményt azonban semmilyen jegyzőkönyv nem tudja nekem biztosítani, mint amit itt most ma nekem ez a tanácskozás adott, ahol éreztem, ha úgy tetszik, kitapogattam, hogy mi fáj,
mit kérnek a vezetéstől, miért panaszkodnak, még akkor is, ha minden észrevételüket nem tartom jogosnak. Vagy sok észrevételt jogosnak tartok, de nem tudok vele mit kezdeni, mert adott körülmények között kell élnünk és dolgoznunk. Nincs mozgásszabadságunk, korlátlan mozgásszabadságunk, tehát, és akik pedig kérik, hogy segítsünk, azok természetes, hogy a maguk érdekeik alapján fogalmazzák meg az igényüket, és a maguk pozíciójából. Tehát nekik joguk, sőt kötelességük az igényeiket, ha úgy tetszik, megfogalmazni és begyújtani. Nekünk meg az a dolgunk és az a kötelességünk, hogy ezt nagyon felelősen végig gondoljuk, amiben lehet intézkedjünk, amiben nem, mondjuk meg, hogy miért nem. Tehát én tulajdonképpen, hogy a kérdését ne kerüljem meg, semmi mást, csak annyit, és ez a csak nagyon sok, hogy bátorítást, erőt kapok ahhoz, hogy ellenőrizzem önmagam gondolatait, és befolyásoljam a testület munkáját abban az irányban, ami mindnyájunknak jó. Jó a végrehajtó apparátusnak, jó az embereknek, akik dolgoznak, és akkor az jó a vezetésnek is, mert akkor kevesebb gondja és problémája marad. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Gondolom abban egyetértenek velem, hogy őszinte és igen kritikus beszélgetést hallottak, láttak Grósz Károllyal, a minisztertanács elnökével. Ma, március 14-én, a tavaszi történelmi évfordulók nyitányának előestéjén sokfelé elhangzik, és a napközbeni ünnepségek során is elhangzott már a nemzeti dal. Történelmünk jeles évfordulóra készül. Először 1860-ban emlékeztek meg a 48-49-es polgári forradalomról, szabadságharcról. Azóta hagyomány eme sorsfordító esemény méltó ünneplése. Ki így, ki úgy tiszteleg a hősök előtt. Koszoruk, virágok borítják az emlékműveket, a névadók szobrait. Sok helyütt lobbannak fáklyák, tartanak gyűléseket és avatnak szobrokat. A következő helyszínünk Simontornya. Simon alországbíró 1277-ben vitézül harcolt a bolgárok ellen, és ezért jutalmul egy birtokot kapott a Hegyhát legészakibb vidékén, a Sió és a Sárvíz közötti Mocsárvilág szigetein. Itt építette fel vártornyát, amely a mai vár alapjait adja. Halála után rangos főurak tulajdonába kerül a vár, akik többször átépítették, és a hozzátartozó birtokot is felvirágoztatták. Simon tornya történetének egyik legfontosabb fejezete volt a 18. század, amikor hosszú időn keresztül Tolna megye székhelye volt. A község életét ma is meghatározza az 1780-ban alapított bőrgyár, amely az ország még ma is egyik legnagyobb kapacitású bőrgyárának számít. A Simon tornyai Szakmunkásképző Intézet is elsősorban a bőriparnak megfelelő szakembereket képez. A lakosság 70%-a ipari munkás, akik a bőrgyár mellett a környék más, kisebb üzemeiben találnak munkalehetőséget. Simon tornya iskolájának is nagy múltja van. A Vakbottyán általános iskolában több mint 700 gyermek tanul, s olyan példaképet mondhatnak magukénak, mint Illyés Gyula, aki itt végezte tanulmányainak egy részét. Simon tornya kulturális életét meghatározza az 1974-ben felújított vár, ahol könyvtárat, múzeumot és kiállító termeket alakítottak ki. A község most újabb kulturális értékekkel gyarapodik. A 48-as forradalom és szabadságharc nagy költőjének, Petőfi Sándornak mellszobrát avatják fel Simon tornya főterén március 15-én. Ott jártunkkor, mi arra voltunk kíváncsiak, hogyan is él Petőfi képe a Simon tornyaiakban. Hát Magyarország egyik legnagyobb költője volt, gyönyörű verseket írt. Nekem például megvan egy egész kötete versből, és nagyon szeretem. Mi jut eszébe önöknek róla? Hát igen, a 48-as szabadságharc. Olvasták a verseit? Hát igen. Igen. Egy-két verscímet tudna mondani? Hát többféle is van, hát nem is tudom hirtelen. Elég aktuális a Petőfi név mostanában. Miért? Hát most nem akarok itt különösebb politikai dolgokba belebonyolódni. Hát ismerős, mert tanultuk, iskolába is járok, de szeretem. Egy-két vers címet tudna mondani? Hát sajnos ilyetek tudnák mondani. Szoktál Petőfi verseket olvasni? Igen. És melyik az, amelyiket a legjobban szereted? A füstben enter. Tudsz belőle idézni egy részletet nekünk? Igen. Petőfi Sándor füstbe ment el,
Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedves, szépet neki? Midőn mely bölcsöm ringatá, a kar terjeszti ki. Olvastad a verseit? Igen. Meg kellett valamelyiket tanulni az iskolában? Igen. Melyiket? A Mama című verset is meg kellett tanulni. Általános iskolában, 5. osztályban és 7. osztályban foglalkozunk részletesebben Petőfivel. 5. osztályban a János Vitéz a gyerekek kedvence. 7. osztályban már a forradalmi verseit, illetve a szerelmes versei közül is a komolyabbakat vesszük már. Én remélem, hogy a kamasz gyerek számára jelent ez érzelmeket, hiszen Petőfi hazafisága fogalmazódik meg bennük. Az elszántsága, az erkölcsi tisztasága, az a fajta gondolat, hogy jó szándékokat csak tisztességes eszközökkel tudunk elérni. És remélem, hogy a kamasz gyerekekben van egy ilyen fajta lelkesedés, hogy tiszta dolgok után vágyakozni, nagy dolgokat véghez vinni, és ezekből a versekből megkaphatják ezeket az érzelmeket. Petőfi Sándor a 48-as szabadságharc idején ezen a környéken gyakran megfordult, hogy iskoláit egy részét Sárszentlőrincen is végezte. Az elmondottakból idősek elmondása alapján Ozorán vendégszerepelt, mint vándorszínész. Tehát ezen a környéken megfordult, és így társadalmi összefogással Kelemen Kristóf szobrászművész felajánlására esett a választás Petőfi Sándor szobrának a köztéri felállítására. Petőfinek Tolnában több emlékhelye is van, a legismertebb közülük talán Borjád. Sörös Mihály kollégánk, a Tolna megyei népújság fotóriportere a szép emlékű borjádi kúriáról küldött képeket. Most pedig néhány hónapja a nemzeti ünnephez kapcsolódó eseményre szeretnénk felhívni figyelmüket. Siklóson a Várkongresszusi termében tudományos ülést. Komlón a József Attila könyvtárban, Pécsett a helyőrségi klubban és Zalaegerszegen a Göcsi múzeumban kiállítást rendeznek. A koszorúzások mellett Csurgón kis fogadalomtétel és ifjúsági nap lesz, Siófokon pedig megnyitják a tavaszi történelmi ünnepek városi rendezvénysorozatát. Kedves nézőink, ezzel hétfő esti heti újságunk véget ért. Ma másfél órát tölthettünk otthonukban. Köszönjük, hogy figyeltek ránk. Búcsúzóul csak annyit. Találkozzunk egy hét múlva ugyanitt a kettes programon, este 8 órakor. Viszontlátásra!